Kiscsiga és a fakopánc. Kiscsiga lassan csúszva gyönyörködött a szép őszi napsütésben, amikor hirtelen halk, ütemes kopácsolásra lett figyelmes. Nagyon figyelt, vajon merről jön a hang, míg végül elindult az öreg diófa felé. Ahogy közeledett, egyre hangosabban hallotta a kopácsolást. Egyszer csak meglátott egy piros sisakos madarat, ahogy csőrével kopogtatja a fa törzsét. Kiscsiga nagyon megijedt, hogy ez a madár bántja az öreg diófát, ezért mérgesen oda kiáltott. – Elnye te madár, ne básd az öreg diófát! A madár rápillantott kiscsigára, majd tovább kopácsolt a fa törzsén. Kiscsiga egyre mérgesebb lett, és így folytatta. – Nem hallott te madár, ne básd a fát! A madár abba hagyta a kopácsolást, és így szólt. – Hallom, amit mondasz, engedd meg, hogy bemutatkozzak! Én vagyok a fakopáncs, a fák doktora vagyok. Kiscsiga nagyon elcsodálkozott. Fakopáncs? A fák doktora? kérdezte. Úgy bizony, azt hitted bántom az öreg diófát? nevetett fel fakopáncs. Igen, azt hittem, de mit jelent az, hogy a fák doktora vagy? kíváncsiskodott kiscsiga. csiga. Fakopáncs bölcs kezdett mesélni. Tudod, a fákon nem csak madarak élnek sok más élőlény lakik a fán olyanok is amiket a szemünkkel alig veszünk észre mint az apró hernyók lárvák és bogarak ha sok van belőlük a fa törzsén akkor a fa könnyen megbetegszik megbetegszik a fa? kérdezte érdeklődve kis csiga igen folytatta fakopáncs ha túl sok hernyó lárva vagy bogár él rajta, mind felfajják a fa a kéreg alatt, elgyengítik, így nagy szélben vagy viharban a fa könnyen eltörik. Ó, az nagyon rossz lenne szegénynek, szomorodott el kis csiga. Hiszen nem tudna többé finom diót teremni, nem tudna többi árnyékot adni a forró nyári napokon, és nem tudna többé otthont adni a madárfészkeknek. Pontosan így van, helyeselt fakopáncs. Ha én megeszem a törzséről a hernyókat, lárvákat és bogarakat, akkor én jól lakom, a fa pedig egészséges marad. Mindkettőnknek jó lesz tehát. Tudod mit, fakopáncs? Örülök, hogy te vagy a fák doktora. Kiáltott felvidáman kis csiga. Vigyázz minden fára! Rendben van, kis csiga, így fogok tenni. Azzal a fakopáncs folytatta a kopácsolást és a falatozást, kis Csika pedig nagyon boldog volt, hogy megismerhette a fák doktorát. Vége Horváth Anda meséjét hallottátok.